Ezen a héten arról kérdeztük a járókelőket, milyen a dohányzáshoz fűződő kapcsolatuk a dohányzásmentes világnap apropóján. Akiket megkérdeztünk, többségében nem dohányzók, vagy leszoktak káros szenvedélyükről. Nézzük! Dohányzásmentes világnapon arról érdeklődünk, hogy önnek milyen a kapcsolata a cigarettázással. Hát én változó, de nem vagyok függő. Tehát ha olyan társaságban vagyok, akkor rágyújtok, de ha nem, akkor nem. Tehát nem érzek kényszert. Ez a mai nap, hogy egy ilyen világnap is van, ez mennyire számít önnek, mennyire fontos önnek, hallott-e róla? Persze. Én csak azt az egyet tartom még különlegességnek ebbe, hogy én azt nem engedném, hogy az utcán dohányozzanak. Mert azt a gyerekek látják, meg egyáltalán az olyan, tehát én abszolút nem is engedném az utcán. Egy az, hogy aki mögöttem jön, arra rászáll a füst. Akkor ön figyel ezekre a részletekre mindig? No, biztos is. Meg egy nő ne is cigizzen az utcán. Az egy olyan kis nem illendőség. Nap, mit jelent önnek a cigarettázás? Hát annyira többnek nem jön szólna a mai napra rágyújtani a cigarettára. De én már rágyújtom, mint kalszom. Nem is tudtuk, hogy dohányzott, hát ez világnap. Most így hogy tudja, hogy ez van? Lehet, hogy kevesebbet szívott volna? Lehet. Lehet, hogy nem tudtam volna annyi, hogy nem tudok ezt hallgatni. Önnek mi a véleménye a dohányzással kapcsolatban? Nem szabad dohányozni aznap, vagy teljesen leszokni a dohányzáson valahogyan. Hát az az egészségre sajnos. És ön hogy áll ezzel? Tíz nap egy szal. Szalanként tíz. Egy nap. Aztán tervezi esetleg, hogy leszokik végleg? Tapasztal próbálkozom. Reklámoztak, aztán megpróbálom másképpen. Mit jelent önnek a cigarettázás? Hát én nem cigarettázok. Soha nem is cigarettázok? De szívtam már úgy. De, csak már nem cigizek, mert nem adja rá a keret. Tehát anyagi okai anyagi vannak, okai, hogy lemondott igen, róla? Igen, igen. És az egészségével kapcsolatban? Hát az jó az egészségem, hál' Istennek, úgy nincs semmi gond, cigi után se, meg előtte se, nincs. Egészségem az jó. Hát mi a dohányzás mellett vagyunk az egész családommal együtt, úgyhogy nincs köztünk olyan, aki dohányozna. Egész családunk anélkül van. Mindig is így volt? Nem is volt ez a szenvedély? Soha nem volt, nem. Nem. Se a szüleim, se az anyósomék, se a gyerekek, senki. És mi a véleménye azokkal kapcsolatban, anélkül, hogy elítélnénk őket, akik nagyon-nagyon sokat cigarettáznak? Hát igazából az ő dolguk. Szerintem, ha ők úgy látják jónak, akkor legyen úgy. Mi a véleménye a cigarettázásra? Káros, nem dohányzunk. Ennyi. Nem is volt dohányos? De nagyon sokáig. És mi volt ez a fordulópont, ami miatt le tud mondani a cigarettáról? Az asszony. Ennyi. Nem tűrtem már kész. Ennyi. Önnek mi a véleménye? Hát pont ugyanez. Úgyhogy én is pár évig dohányoztam, aztán együtt úgy döntöttünk, hogy leszokunk. És ennyi. Neked mi a véleményed a cigarettázással kapcsolatban? Ma hát nem egy jó dolog. Te hogy állsz ezzel a kérdéssel? Sehogy. Kipróbáltad már? Nem. 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 És hogy tervezed felnőtt korodban, sem fogsz cigarettázni? Nem hiszem. De miért van ez a kategorikus véleményed? Csak így vagyok ezzel. Szülőktől ezt látod, ez a példa? Szüleid sem dohányoznak? Lehet. Igen, lehet azért. Ma van a dohányzásmentes világnap. Mit jelent ez önnek? Hát én nem dohányzom, úgyhogy én... Egy nagyon jó lenne, ha mások se dohányoznának. Ha lenne egy olyan nap, amikor nem dohányoznának? Igen. Volt már olyan helyzetben, hogy zavarta a cigaretta füst? Igen. Hát én nekem semmit már nem dohányzok. Úgyhogy se a feleségem, se én. Úgyhogy... És mit gondol erről, hogyha a világnapként emlegetik ezt a napot, felhívja az emberek figyelmét valamire? Hiszen, ha valaki álszant rá leteszi, én is dohányoztam, naponta elszívtam két dobozzal. Ez csak akarat kérdés. Csak akarattal mondott le?
Biztos. És mi volt az a pont? Miért döntött el akkor? Mert régen majdnem megfulladtam, az egészségem véget. És akkor eldöntöttem agyba, hogy mától nem dohányzok, és azóta nem szívom. Most már 30 évvel agyba. Hogy ti mit gondoltok a cigarettázásról? Hát szerintem ez egy nagyon káros dolog, és igen. És nem fogod kipróbálni? Hát nem, semmiképpen. Nektek mi a véleményetek? Szerintem is káros dolog. Szerintem is, és a másokat is ugye sokkal káros, mert ugye ráfújja, az is tök káros, úgyhogy szerintem nem jó. Szüleitektől is ezt a példát látjátok? Tehát nem dohányoznak? Nem, egyik szülem se. Neked? Nekem se dohányzik senki. Ma van a dohányzásmentes világnak. Jelent ez önnek valamit? Nekem semmit. Megszokásba szívom. És mennyit szív egy nap? 2-3 szálat. Akkor ez nem túlságosan sok. Nem. És nem tervezi, hogy esetleg leszokik róla? Nincs tervembe. Nem fél attól, hogy károsítja az egészségét? Már nem. Nem vettem úgy észre, hogy valamin fájna. Ha megnősz és nagy fiú leszel, felnőtt leszel, fogsz-e cigarettázni? Nem. És miért gondolod azt, hogy nem? Káros cica az egészséget. Ma van a dohányzásmentes világnap. Mit jelent ez az ön számára? Hát az, hogy nem lehet dohányozni. Vagy hát ilyen, hogy mondjam. És ön hogy áll ezzel a kérdéssel? Én leszoktam róla. Na és miért? Mi volt a fordulópont? Hogy döntött úgy, hogy leszokik róla? Hát, hogy mondjam, nem is esett jól, meg aztán zahara is megemelkedett, meg tudom nélkülözni. Tesz az egésznek a... Sokan félnek attól, hogyha leszoknak a cigarettáról, akkor kell valamilyen pótcselekvés. Önnél kialakult valami ilyesmi? Hát annyira nem. Munkával elfoglalom magamat, ha unatkozom. Hát szerintem ez egyénfüggő. A lényeg az, hogy aki dohányzik, aki cigarettázik, az tartsa a többieket tiszteletben. Ön hogy áll ezzel a kérdéssel? Dohányoztam régen, társaságban, tehát megvan a helye, ideje szerintem. Hát de... Nyilván embere válogatja. Én is dohányoztam, én mai napig is néha. Amúgy, akinek úgy van, hogy hát szégye tőlem. Beteg voltam az italtóhoz, mikor kijöttem, az orvos azt mondta, hogy inkább igyek napi egy üveg bort, mint rágyult csak. Hát akkor véleményem az, hogy aki akar hát szégye, aki meg úgy van vele, az még így, amíg a bort vagy a sört.